Fontos dolog az, hogy egy picit változik a szemlélet Győr városában, megszűnnek a kivételek, megszűnnek a kivételezések, és egységesen minden győrinek próbálunk egységesen segíteni, illetőleg kedvezményeket nyújtani, amennyiben erre módunk van. Minden győrinek segíteni szeretnék, ezzel kezdte a keddi sajtótájékoztatót a város polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András szerint a járványhelyzet után különösen is fontos, hogy minél tartalmasabban lehessen tölteni a nyarat, például úszással vagy fürdőzéssel. Ezért kérte arra a győri fürdő vezetőjét, hogy jóval olcsóbban használhassák a létesítményt a gyerekek, az idősek és a fogyatékkal élők. Szakítva a korábbi évtizedes hagyománnyal, az a célom, hogy ne egyes győri csoportok legyenek kedvezményezettek csupán, hanem mindenki, aki kedvezményre szorul. Ezért a nyár folyamán sikerült elérni azt, hogy a nyár folyamán a győri gyerekeknek a jegyára az 3000 forint feletti jegyárból 900 forintra csökkenjen le, amit hát jelképesen azt mondhatjuk, hogy 3 gombóc fagyi egy nap. És ahelyett ez még egészségesebb is, hogyha inkább sportolnak, mint hogy fagylaltot esznek, bár mondjuk az se elítélendő ilyenkor nyár idején. És a nyugdíjas korosztálynak pedig szintén 3000 forint feletti jegyárból 1500 forint per napra sikerült lecsökkenteni a jegyárat. Ez a mai naptól pontosan 2 hónapig, tehát augusztus 24-éig érvényes, illetőleg egy bérletkonstrukciót sikerült a gyerekeknek még kialkudnunk, ami azt jelenti, hogy 60 napra 18 000 forint, ami egy darab gombóc fagyi ára, hogyha minden nap elmegy a gyerek uszodába. A hosszú bezártság után jó végre kiszabadulni otthonról és beszabadulni például a győri fürdőbe. Erről már a Rábakvelle vezérigazgatója beszélt híradónknak. Kovacsics Imre szerint sok embernek lesz nagy segítség az olcsóbb jegyváltás lehetősége. Mi is győri cégként hozzá kell, hogy valahogy járuljunk ez a vészterjes időszakhoz, hiszen hallottuk azt, hogy akármilyen lelki problémákat is okozhat a bezárás az embereknek, meg halljuk ugye az anyagi terheket is, nem csak az áremelkedésekkel kapcsolatban, legyen ez zöldség, vagy hús, vagy bármi, hanem elveszítették esetleg emberek munkájukat, vagy lecsökkentették a fizetésüket, és mi úgy gondoltuk, hogy csatlakozunk polgármester úr azon kezdeményezéséhez is, hogy tudunk a győrieknek segíteni. Mi azzal tudunk mondjuk a győri családoknak, hogy effektíve jelképes összegér, mert ugye a mai világban 900 forint, én azt gondolom 3 gombóc fagyi, az egy ilyen nagy költségvetési fürdőnek egy jelképes bevétel, de szinte egész nyarat eltöltheti itt a gyermek, és már is tudtunk a családon segíteni, aki nem tudja mondjuk egy táborra befizetni, vagy csak egy hétig van egy táborba, és utána mit csinál otthon a gyermek, tehát ez a családi rész. A kezdeményezésnek köszönhetően mostantól egészen augusztus 24-éig a gyerekek 18 éves korig 3000 helyett 900, az idősek 3200 helyett 1500, míg a fogyatékkal élők is mindössze 900 forintért mehetnek be a fürdőbe. Jogosultságukat győri lakcímkártyával és a megfelelő igazolvánnyal kell tanúsítaniuk.